Az OrinOS 17 bemutatkozásával új fejezet kezdődik a disztribúció életében. Az OrinOS legújabb változata számos újítást és optimalizációt hoz, amelynek nem titkolt célja, hogy felülmúlja a Windows és macOS rendszereket. A mai videóban bemutatom a legújabb Jemmy Code nevű kiadás újdonságait. Tartsatok velem! Az OrinOS háromféle változatban érhető el. A Pro verzió fizetős, $48 áron vásárolható meg, melyért cserébe 6 prémium felületet, professzionális grafikai szoftvereket és teljes körű támogatást ígér. Ezen felül elérhető a Core, melyet hétköznapi felhasználásra szántak, a Lite változatot pedig öreg, 15 évesnél régebbi számítógépekre szánták. Ez utóbbi két változat teljesen ingyenesen elérhető, bár a Lite változatból a 17-es verzió kiadása még várat magára. Az OrinOS 17 kiemelkedő újdonságai között szerepel a javított teljesítmény. Az operációs rendszer minden szinten, a kerneltől a desktop környezetig optimalizálva lett, így az alkalmazások gyorsabban nyílnak meg, az animációk simábbak és a betöltési idők csökkennek. Ezeknek köszönhetően az OrinOS 17 már másfél giga RAM-mal is futtatható, így ideális választás régebbi vagy alacsonyabb specifikációjú számítógépek élettartamának meghosszabbítására. Az operációs rendszer átalakított Zorin menüje mostantól egyetemes keresést kínál, így a felhasználók gyorsabban megtalálhatják a kívánt fájlokat, naptári eseményeket, kapcsolatokat, alkalmazásokat, világórákat és egyéb felületi elemeket. A multitasking élményt újraértelmezve az OrinOS 17 egy új és finomított tevékenységi áttekintést nyújt, ahol a munkaterületek mostantól vízszintesen rendeződnek, és a touchpaden való három ujjas gesztusokkal, vagy a Super logó billentyű kombinációval válogathatóak. Az OrinOS 17 további újdonságai közé tartozik a térbeli asztali felület, egy új 3D-s munkaterületváltó és egy 3D-s ablakváltó, valamint egy megújult szoftverbolt, ami gyorsabb és könnyebben használható felületet kínál a legújabb GNOME szoftver verzió 45.2-es motorjával. Az operációs rendszer új, fejlett ablaktárolási lehetőségeket, egy frissített gyors beállítások menüt, új teljesítménymódokat és egy átdolgozott képernyőkép és képernyőfelvételi felületet is kínál. Végül, de nem utolsó sorban, az OrinOS 17 Pro két új asztali elrendezést is kínál, egy Chrome OS-szerű és egy GNOME 2-szerű elrendezést, tovább növelve a felhasználói kényelmet és testre szabhatóságot. Ezeket, ha nem bánjátok, csak képernyőképen fogom bemutatni, mert valahogy nem volt kedvem érte $48 fizetni. Mindezek mellett az OrinOS 17 javított hardware támogatást, RDP alapú távoli asztal megosztást, frissített témastílusokat és hosszú távú támogatást nyújt egészen 2027-ig. Ezek a fejlesztések és újdonságok teszik az OrinOS 17-et az egyik legizgalmasabb és legmodernebb operációs rendszeré a piacon. Az OrinOS 17 további újításai között szerepel a Windows szoftverek jobb támogatása. A Windows Apps Support jelentős fejlesztéseket kapott, lehetővé téve még több Windows alkalmazás és játék futtatását. A rendszer most a legújabb Wine 8.0.2-es verzióra épül. A Windows alkalmazások telepítése pár kattintással végrehajtható, töltsd le a telepítő alkalmazást, kat duplán, válasz ki a Windows alkalmazás telepítése funkciót, majd menj a megnyitásra. A telepítés követően a Windows alkalmazások a menüből ugyanúgy kiválaszthatóak. Szülői felügyeleti lehetőségek is bekerültek az operációs rendszerbe. A standard, nem adminisztrátori felhasználói fiók létrehozása után a beállítások felhasználó panelen keresztül érhetőek el az új szülői felügyeleti beállítások. A státusz pop-upok, mint például a hangerő és fényerő változásait jelző buborékok, mostantól kevésbé tolakodóak, kisebb helyet foglalnak el, miközben továbbra is közvetítik a szükséges információkat. A hardware támogatás terén is történtek javítások. Az OrinOS 17 frissített élesztő programokkal érkezik, amelyek megkönnyítik a rendszer használatát sok újabb számítógépen és hardvereszközön. Az operációs rendszer idővel további frissítéseket is kap, hogy a jövőben még több új hardware támogasson. A távoli asztal megosztás mostantól alapértelmezés szerint az RDP protokollt használja, amely simább, biztonságosabb és több funkciót kínáló távoli asztal élmény nyújt.
A korábbi alapértelmezett protokoll, a VNC, továbbra is bekapcsolható a beállítások, megosztás, távoli asztal opciókban. A Zorin logótípus is megújult, egy merészebb és finomabb Zorin logótípussal, amely a rendszerindítási animáción és a bejelentkezési képernyőn is megjelenik. Az operációs rendszer előre telepített alkalmazásai is frissültek, így még több funkciót kínálnak, úgymond a dobozon kívül. Az Zorin OS 17 alatt az alkalmazások telepítése rendkívül egyszerű, nyisd meg a Start menüt, írd be az alkalmazás nevét, amelyet szeretnél használni, válasz ki a menüből, majd azonnal telepíthető is a szoftver. A rendszer alapértelmezetten támogatja az AppImage formátumot is, melyhez egyszerűen töltsd le a kívánt szoftvert az AppImage Hubról, majd dupla kattintással futtasd le, mint egy programot. Az Zorin megjelenésében is testre szabható, melyet az Zorin Appearance menün belül lehetséges beállítani. A Layouts funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az asztali környezet kinézetét más népszerű operációs rendszerekhez hasonlóan állítsák be. Például választhatnak egy Windows-szerű elrendezést, amely a Start menüt és a tárcát az asztal alján helyezi el, vagy egy macOS-szerű elrendezést, amely a dokkolót és a globális menüt használja. Ezek az elrendezések segíthetnek azoknak a felhasználóknak, akik más operációs rendszerekről váltanak az Zorin OS-re, és megkönnyítik számukra a hozzászokást. A felhasználók különböző előre beállított színtémák közül választhatnak, amelyek megváltoztatják az ablakok, panelek és egyéb felületi elemek színét. Ez magába foglalja a világos és sötét témákat, amelyek a nap folyamán különböző fényviszonyok mellett kényelmesebb látást biztosítanak. Itt megadhatjuk a rendszer alapértelmezett betűtípusait, ki- és bekapcsolhatjuk az asztalváltó effektusokat, és az ablak animációt, az ikonokat és a többi. Mint minden új rendszer, ennek is vannak gyermekbetegségei. Én most csak az általam tapasztalt problémákat mondom el, melyek kipróbálás alatt jelentkeztek. Az első ilyen a lassú telepítés. Bizonyos esetekben az Zorin OS telepítője rendkívüli módon be tud lassulni, emiatt órák hosszat is eltartott a telepítés. A probléma elkerülése érdekében javasolt legalább USB 3.0 kompatibilis külső adathordozót használni a telepítő elkészítéséhez. Az Nvidia driveres Live rendszer esetében előfordulhat, hogy a Zorin kipróbálása menüpontnál fekete képernyő fogad minket, és nem történik utána semmi. Sajnos a probléma forrását nem sikerült visszafejtenem. A Zorin OS 17 Core és a Core Pro változatok kifejezetten új PC-kre készültek, ezért 6-7 évesnél öregebb PC-ken előfordulhat, hogy már a telepítő adathordozó sem fog felbutolni. A problémát elvileg megoldhatja a BIOS frissítése, amennyiben lehetőséged van rá, de én ezt régebbi hardveren nem próbáltam. Végül kinek is ajánlom a Zorin OS 17-et? Olyan kezdő Linux felhasználóknak, akik most ismerkednek a desktop Linux világával, és barátságos felhasználói felületet, illetve könnyen használható funkciókat szeretnének. Régebbi hardverekkel rendelkezőknek, ugyanis a Zorin OS könnyű súlyú változatai, mint például a Zorin OS Lite, kiválóan futnak régebbi vagy kevésbé erőteljes hardvereken, azokból a maximumot kisajtolva. Bár a Lite változat esetében a 17-es kiadás még egy ideig várat magára. Olyan felhasználóknak, akiknek fontos az adatvédelem és a biztonság, akik egy biztonságosabb és a kártevőkre is, illetve a támadásokra kevésbé érzékeny rendszert szeretnének, végül pedig személyes szabhatóságot kedvelő felhasználóknak. Az Zorin OS, mint láthattuk, számos testreszabási lehetőséget kínál, így a felhasználók saját igényeikhez alakíthatják a felületet. Összességében a Zorin OS 17 egy nagyon igényes és nagyon nagy gondossággal elkészített disztribúció lett, amely egyaránt jó választás lehet mindazok számára, akik újak a Linux világában, mind azoknak, akik már tapasztaltabb felhasználók, de ragaszkodnak a könnyen kezelhető interfészhez. Az egyszerű, de hatékony testreszabási lehetőségek egyaránt biztosítják, hogy mindenki megtalálja a számára ideális munkakörnyezetet. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni, illetve feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmaimról. Mindenkinek jó Linuxozást kívánok!